Szabó István vagyok, az Énet Telekomnál az alközponti rendszerekkel foglalkozom, az IP Box fejlesztését végzem. Az IP Box egy virtuális alközponti rendszer, Asterix alapokra épül, de teljes egészében egyedi kódokkal egészítettük ki. 2006 környékén kezdtük el fejleszteni az akkori elérhető FreePBX mintájára. A FreePBX egy keretrendszer volt az Asterix fölött, de nehézkes volt a használata, nem lehetett mindent megcsinálni vele. Ennek a kiváltására indult el az IP Box fejlesztése, ami azóta is tart. Egy alközponti logika kialakításánál az ügyfél elmondja, hogy mit szeretne, ő pedig a rendelkezésre álló modulokból fölépítjük azt a láncolatot, ami alapján azt érjük el, ami az előszető igény volt. Az alközponti rendszer a később évben bármikor bővíthető, egyszerű beves felülete van, ott összekattinthatók a szükséges konfigurációk és új mellékeket tudunk hozzáadni, mellékeket lehet törölni, a hívás irányítást bármikor módosíthatjuk. Többféle modul létezik, például a várakoztatási sorok, hangmenük, csengetési csoportok, visszahívás kérés. Ezek a alközpontban a hívásirányítás logika alapján egymásra fűzhetők. Ezen felül van lehetőség az alközponthoz külső API hozzáféréssel is hozzáférni, amivel például SMS küldhető hívások indíthatók egy külső rendszerből. Az Advanced csomagunk minden modul tartalmaz, ami az IP Box szolgáltása. A Lite az egy szűkített, a legfontosabb modulokat tartalmazó szolgáltáscsomag, amire egy kisebb, pár mellékes irodának szüksége lehet. Az IP Box alközponti rendszer a G11 U-kódeket használja, ami 80 kilobit per szek sávszélességigényű. Ez a sávszélesség nem az előfizetett sávszélességből kerül kiosztásra, hanem a router által az üzemi hálózaton közlekedik, ezekhez kívülről nem lehet hozzáférni, és a szükséges sávszélesség mindig rendelkezésre áll. A hívások minősége ettől mindig biztosított. Ugyan említettem, hogy az IP Box egy virtuális alközponti rendszer, de azért szükség van helyben is eszközökre. Ezeknek a létesítése úgy zajlik, hogy az előre egyeztetett időpontban a szerelőink a helyszínen megjelennek, a VoIP-os routert üzembe helyezik, a készüléket kicsomagolják, ott, ahol ez használatba kerül, ott összeszerelik, rádugják a hálózatra, a készülékek csatlakoznak a routeren keresztül az alközponthoz, letöltik a konfigurációjukat és üzemkészek. Innentől kezdve a szolgáltatás elérhető és használatba vehető. A létesítéshez szükség van a routerünknek egy áramellátásra, illetve hálózati portra. Ezentúl minden készüléknek vagy gateway-nek egy-egy hálózati, illetve áramellátásra van szüksége. Abban az esetben, hogyha nem PoE-s táplálás történik. Ha az előfizető hálózata lehetővé teszi, hogy mindegyes készüléknek egyedi portot biztosítsunk, akkor az Énet egy PoE switchet fog lehelyezni a telephelyen. Így a készülékek távolról lesznek táplálva árammal, és nem szükséges helyben 230 voltos áramellátás. Lehetőség van a meglévő analóg telefonok használatára is, abban az esetben az analóg kábelezés megfelelő minőségű. Készülék kínálatunkban többféle asztali és hordozható készülék megtalálható, egyszerű irodai készüléktől a recepciós, illetve vezetői készülékig tudunk hordozható DECT rendszerű készüléket biztosítani, ami egy bázishoz csatlakozik, illetve multicellás DECT rendszerünk is van, amire akár 250 kézi beszélő csatlakoztatható, amik a multicellás rendszerben barangolni tudnak, egyik helyről a másikra úgy tud átmenni a mellék, hogy közben a hívása nem szakad meg. Mivel az alközponti rendszerünket szolgáltásként értékesítjük, a rendszer részét képező készülékek és egyéb eszközök meghibásodása esetén azokat cseréljük. Ha olyan igénybe ütközünk, amit jelenleg nem tudunk megvalósítani, akkor is lehetőség van arra, hogy ehhez a rendszerhez hozzányúljunk, és olyan igényeket elégítsünk ki, amit jelenleg nem tudunk. Az ügyfél ezáltal egy folyamatosan napra készen tartott alközponti rendszert kap.